Üt az óra, páncélos előre, indul már a harckocsi szakasz. Minden harcos ifjú hős szívében büszke lángra gyúl az ősi dac. Zúgó motorral s vidám szívvel száll az ősi dal. Hajrá, előre, robogásunk soha meg nem áll. Bár nézzen, velünk szembe százezer halál. Ferihegyre repülőtérre 44. októberbe települtünk át. Panaszkodott a fegyvermesterem, hogy kevés az ember, borzasztó nehéz a munkájuk. Hát, hogy tudnék rajta segíteni? Itt vannak a hangárban zsidók, mondja nekem. Elmegyünk, egy jó lépfölkelő bajuszos bácsi volt az őr. Kik vannak itt? Hát a zsidók. Hát mondtam, nem hozhatnék el onnan, vagy 10 embert. Semmi akadály, vigyen szállodosra, amit akar. El is hoztam, azonnal beöltöztettem őket. Egyenruhába, ez érthető, hisz ott voltunk a németek közé. Hát mit tudtunk volna csinálni? Ugyan kihangsúlyoztam viszont, hogy ugyanolyan elbánásban részesülnek, mint bármelyik katona. Ezen van a hangsúly. Nem is volt semmi baj. Utána, amikor áttelepültünk Várpalotára, megkérdeztem tőlük, hajlandók-e jönni? Örömmel jöttek velünk Várpalotára. Várpalota újra megkérdeztem, hajlandók velünk jövőbb jönni? Örömmel, szaladós úr. Elérkeztünk Lövőre. Ide települt a század 44. december 8-án. Itt a községi templom, ettől 100 méterre volt egy vendéglő, az volt a parancsnokság. Ez a főhadiszállásunk, magyarul a kocsma udvara. Ez úgy nézett ki, hogy bokáig tacsokolt, illetve jártunk a latyakba. És itt, mikor mi hajózók kimentünk a repülőtérre, akkor reggeli eligazításnál annyit mondtam, mire visszajövök, rózsakert legyen. Hát elkezdett mindenki mosolyogni, én komolyra vettem, kapával, lapáttal, amivel tudták, hajtották ki az utcára a latyakot. Kidoboltattam a községbe, hogy a lakosság is segítsen havat lapátolni, és a mi alakulatunk is nekiállt havat lapátolni. És most jött egy érdekes eset. Itt voltak a nyilasok, hát persze, mindenfele. Többek közt itt is volt egy nagyszájú főnyilas. A kidobolásom, dobolt tatásom ellenére elküldte a község lakosságát más irányba havat lapátolni. Ő is kőszeg fele. Nagyon dübejöttem, kiküldtem érte, bevallom, fegyveres járőrt. Úgy behozták ide a vendéglőbe, akkor kocsmának neveztük, és megkérdeztem, hogy ez mi volt. És azt mondja, hogy kőszegi utat kell lapátolni, mert a képviselő urak nem tudnak elmenni Sopronba országgyűlésre. Megdühöttem, mondom, egyet kérdezek. Ki parancsol ebbe a faluba? Maga vagy én? És azt mondta, hogy ő. Erre leküldtem a pincébe. Másnap megkérdeztem tőle, ki parancsol a faluba? Maga vagy én? Ő. Vissza a pincébe. Harmadnap is megkérdeztem, akkor már ismert, hogy én parancsolok. Ennek az lett a vége, alig telt el 3 nap emlékezetem szerint, már is itt volt a hadbíró, és kihallgatott, hogy én megtagadtam a nyilas főtestvérnek a parancsát.
Mondom, hát tisztázzunk egy dolgot. Mi a lényeg? Hogy a képviselők Sopronba menjenek autóval, vagy én bevetése tudjak menni a reptérről. Erre a hadbíró is elismerte, hogy nekem van igazam. Én a háborút úgy fejeztem be, hogy tulajdonképpen a repülő életem legnehezebb percei akkor következtek be, a háború befejezésekor. 1945. április 16-án történt. Ebből az is kiderül, hogy mi még akkor is harcoltunk, persze nem Magyarország területén már. Késő délutánra vártunk bevetést, bevetési parancs érkezett, méghozzá Szentpölten légterébe küldtek 8 gépet, szabad vadászat céljából. Start és azonnal emelkedés, mert a nagy magasság az az életet is jelentette. Tehát nekünk az volt a taktikánk, hogy felszállásnál azonnal emelkedni, ahogy csak tudnak a gépeink, már pedig nagyon tudtak, hogy minél hamarabb fölérjünk 6000 méter fölé. Mert ott volt először is a mi gépünk a legjobb, akkor jutott a legnagyobb teljesítményt. Másrészt a magasság az mindig sebességet is jelent, a nagyobb magasság. Tehát emelkedésben voltunk, ahogy ezt mi mondtuk, srófra akasztottuk a gépeket. És nem lehettünk magasabban 1500 méternél, amikor a rádióban, a fülünkön levő és bekapcsolt rádióvevőben jellegzetes cserregő hangot lehetett hallani. És ez a cserregő hang, ez nem volt más, mint ezt már tudtuk gyakorlatból, az amerikai vadászgépeknek az elektromos vezérlése, a géppuskáinak a vezérlése. Nem telt bele 30 másodperc, éppen ráfordultunk a hosszú falra, amikor a hátsó rajból már ordított valaki a rádióba, hogy mustángok támadnak. És akkor pontosan úgy repültünk, hogy a nap a hátunk mögött volt. Tehát nem lehetett a mustángokat látni, mert a napba kellett volna nézni hátrafele. De mivel tudtam már rádióban, hogy a mögöttünk levő rajharcban van, tudtam, hogy nekem szembe kell fordítani, tehát a nap irányába kell fordítani, mert ők a nap irányából támadtak, volt eszük. Tehát nekem a nap irányába kellett fordítanom. De ez a nap irányába való fordítás, ezt azért csináltam, mert úgy ítéltem meg, hogy itt most olyan kritikus helyzetben vagyok, hogy itt nagyon kis esélyem van, hogy ezt megúszom. És úgy ítéltem meg, ahogy ez egy régi időkből maradt dolog, ezt az ember szemtől szembe halljon meg az ellenséggel, és ne a hátába kapja. Hát ez valami ilyesmi dolgozott bennem. Úgyis meg kell halni, legalább szemtől szembe kapjam, és én is lövök. Ez volt bennem akkor. Én csak azt néztem, hogy van-e nekem valami célom előttem, amire én lőni tudok. De ezek mind tized másodpercek alatt zajlottak le, és abban a pillanatban, hogy a nappal szembefordítottam, már dübörgés volt a gépemen. Az a jellegzetes dübörgés, ami semmihez nem hasonlítható, hogy amikor fegyver sorozat találja el a gépet, a saját gépet. Annak megvan a maga jellegzetes elkeserítő hangja, hogy eltaláltak. Azt éreztem, hogy én nem kaptam lövést, engem egy elég erős hátpáncél védett, és az is kiderült, hogy mögöttem lőnek, hátulról lőnek, de abban a pillanatban, hogy ez a sorozat elült, ez a tűzcsapás, amit kaptam, abban a pillanatban rögtön forróság öntött el az arcomat, és égni kezdett belülről a kabin. És onnan jött a tűz, mint egy benzinlámpa úgy fújta rám a tüzet. Azt nem tudtam, hogy a gép ége vagy sem, akkor még, de hogy én bent kaptam a tüzet az arcomba, az biztos. Na most akkor mit lehetett csinálni ösztönszerűleg? Az ember egyik ösztöne az, hogy a szeme elé kapja a karját. Na de akkor el kellett engednem a gázkart. És én tudtam azt, hogy mert én akkor, meg kell, hogy mondjam, len voltam 50 méter alatt. Tehát ez, amikor én lövést kaptam, én nem voltam magasabban, mint 50 méter. És akkor fölhúztam függőlegesen a gépet, hogy magasságot nyerjek a kiugráshoz. Na most a másik feltétel az volt, hogy a gépet el tudja az ember hagyni. Nekünk nem volt kivető ülésünk, tehát nekünk a gépből valamilyen módon ki kellett kerülni. Bal kéznél volt egy kar, amit meg kellett rántani, körülbelül ugyanilyen távolságra, hogy most a fejemtől van a kezem, és akkor a kabin tetőnek le kellett repülni. Igen, ám, de ezt gyakorolni nem lehetett.
ezt el kellett hinni, hogy az lerepül az a kabintető. Hát az enyém nem repült meg, hiába rángattam, ott maradt a helyén. És az idő telt, az ezred másodpercek mentek, és azt éreztem, mert az ember a gyakorlott pilóta érzi a saját szervezetén, ahogy mondják, a felekén érzi azt, hogy mennyi a sebessége, és milyen helyzetben van. Ezt megérzi az ember. Éreztem azt, hogy kezdek, hogy egy szorulok az ülésbe, ami azt jelenti, hogy a gép önmagától már visszafele akart jönni, földfele. Tehát nekem nem volt időm, mert hiszen pillanatokon belül földbe ment volna velem együtt a gép, mert nem lehettem akkor a földről, látták ezt, nem lehettem akkor 300 méternél magasabban, amikor így fölhúztam 50 méterről. És az utolsó kísérletet tettem, kirántottam a bekötésemet, és teljes erővel ebbe a helyzetbe, amikor itt voltam, föllöktem magamat fejjel, és másik kezemmel rántottam a kioldókart. És nekem volt igazam, mert be volt rozsdásodva, tehát tulajdonképpen a lökés, a fejem lökése és a kinyitott zárszerkezet, a rugók akkor már érvényesülni tudtak, amik lerúgták a kabintetőt, és elrepült a kabintető. Na most ebbe a gép ezt csinálta, ebbe a helyzetben, így jönni akart vissza, és ebbe a helyzetben én kihúzott engem a cúg a pilótaülésből, de nem tudtam tovább csúszni, mert itt a gép hátulján volt egy keretantenna. Az a hazahívó berendezés keretantennája, abban a fejem pont beleszorult. Az olyan méretű volt, hogy egy ember fejt, mint egy góriát így tartotta. Úgyhogy úgy segítettem az egészen, de hát mondom, ez mind ezer másodperc akarat, nem? Ugye a hosszú lábamat előre nyújtottam, és kerestem vele a botkormányt, a magassági kormányt. És persze egyből megtaláltam, és belerúgtam. Tehát ebbe a helyzetbe a gép ezt csinálta. És akkor én kirepültem az ülésből, és ahogy kirepültem az ülésből, azonnal rántottam a kioldót, mert láttam, hogy a föld egész közel van. És azonnal nyílt az erő, egy csattanás, és akkor a saját gépemet akkor láttam, ahogy egyedül megy a föld fele, és az egész gép ég, a hátsó része ég. Úgyhogy egy nagy lángot húz maga után, utolsó pillanat, és utána húz el a Mustang, ami eltalált engem. És az így fölhúz. Ezt láttam, de akkor már azt kellett nézni, reméltem, hogy nem fog rám lőni, nem is lőtt. Hát akkor már olyan fölényben voltak, hogy nem kellett ilyen kisgyilkossággal foglalkozni. És hát Duna fölött voltam, lenézek, ott a Duna alattam. Talán libeghettem egy 6-8 másodpercet, többet nem. Aztán már csattant a víz alattam. Úgyhogy Dunába estem ejtőernyőstül. És aztán később kiderült, hogy ez jót tett az égésemnek az arcomon. Tulajdonképpen a magyaroknak nagyon különböző sorsa volt ezekben az amerikai táborokban, mert nagy részt nem tudták, hogy mit csináljanak velünk. Volt olyan, aki azt se tudta, hogy a magyarok kicsodák, azt látta, hogy nem németek, hát nem tudta, hogy mit csináljanak velünk. Úgyhogy aztán például abban a táborban, ahol én voltam, a magyarokat egy szép napon felrakták teherautókra, és levitték a pokingi lakótáborba, ahol a családok is voltak. És azt mondták, na most csináljatok, amit akartok. Én ebben először az amerikai parancsnokságnál voltam, mint összekötő, de közben azért kihasználtam az alkalmat arra is, hogy ilyen hazaszállító szerelvény amerikai őrségénél, mint tolmács, hazajöjjek Magyarországra rövid egy-két napra, és szétnézzek, és lássam, hogy mi a helyzet. Hát én azt láttam, hogy nem volt jó a helyzet, nekem nem tetszett, és azt láttam, hogy ezen én, ha itt maradok, nem sokat tudok segíteni, tehát először ott maradtam, ahol Németországban tudtam valamit segíteni. Felszólítottak, hogy ki tud a tábort, hogy ki tud gépkocsit vezetni. Többek között jelentkeztem, mint volt gépkocsi vezető, magyarországi gépkocsi vezető. Elvittek egy ilyen autótemetőhöz, mindenki kapott egy gépkocsit, és azt mondták, mindenki jön haza Magyarországra. Fölvételeztünk élelmet, mindent, én is kaptam 50 embert az autóra, és indultunk vissza, és egyszer csak davaj, 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 az oroszok átvették az egész szállítmányt, és bevittek Hornba, Ausztriába.
Asztriából és Hornból azután gyalogoltunk Pozsonyig, egész egy-két őr kíséretében, de már Pozsonyba kiabált a népek, hogy szökjetek meg, mert kivisznek Oroszországba, és 1945. augusztusában mesztelenre vetközve egy marhavagomba 50-en bent, itt voltunk Budapesten, és kiabáltunk, hogy vizet, vizet. Így kerültünk szovjet fogságba. A Szovjetunióban voltam 1947. júniusáig, ahol minket hazaengedtek, volt tiszteket azért, mert az akkori politikai tiszt azt jelentette, hogy a tisztikart átneveltük. A német hadseregbe való átvételnél természetesen már számomra is csak úgy jöhetett számításba, hogy a rendfokozatot elismerik, és azt teljes mértékben meg is tették. Vagyis azt, amit én a magyar hadseregben tanultam, a Ludovikán, mint tiszt, és a háborúban tapasztaltam, azt teljes mértékben értékelték. Más szóval én főadnagy voltam a magyar hadseregben, és mint százados kezdtem el a német pályafutásomat. Míg aztán az utolsó posztom az a északi, úgynevezett északi hadseregcsoport parancsnokságon volt, szóval NATO északi hadseregcsoport parancsnokságon egy ott a törzsben, mint helyettes vezérkari főnök, két vezérkari osztállyal alattam, onnan mentem aztán nyugdíjba. Ez a holland határon volt. Ugye, és a holland határon, hát először azt hittük, hogy majd az utolsó, ott, ahol az utolsó poszt van, ottan majd gyökeret verünk, de hát ott azon a holland határon valahogy nem akartunk meghalni. Úgyhogy aztán végeredményben így kerültünk, kérem, a Fekete Erdőbe. Hadifogságból való hazatérésem után egészen 56-ig gépkocsi vezető voltam, és egy tehergépkocsit pótkocsival vezettem, és kerestem a kenyeremet. 56-os események után volt az első alkalom, hogy ebből a pokolból megszabaduljunk. Németül tudtam, mentünk Németországba. Így kerültem Németországba, ahol szintén, mint segédmunkás kerestem egy évig a kenyeremet, segédmunkás, illetőleg mint sofőr, és a nyomor, hogy mire visz, az egy nagyon érdekes példával el tudom mondani. Egy lepedő és egy ágynemű váltásunk volt, és azt mondja a feleségem a fürdőszobában, hol mosatjuk ki a ruhát, hogy este megint ágyneműbe tudjunk aludni. Erre én azt mondtam, hogy nyissunk egy mosodát. Erre a feleségem azt mondta, hát meg vagy te őrülve egy mosodát, de hol? Hát mondom, ezek a németek nem tudják, itt van velünk szemben egy üres bunker, ottan kell egy mosodát nyitni. Erre azt mondja a feleségem, jó, de hát ahhoz pénz kell. Hát nem tudod, hogy van pénzem. Hát mennyi van nekünk? Hát tudod, hát a posta takarékba vittük minden héten 50 márkát, 40 márkát, 10 márkát, 100 márkát be, és már 700 márka összegyűlt. Így jött az első idea, hogy önálló leszek. Mosodás. Csináltam egy szárítógépet, ami negyed óra alatt szárította meg azt, amit negyed óra alatt tisztítottunk, és így minden negyed órába kidobtunk egy sarzsét, egy adagot, úgyhogy ötszörös teljesítményt csinált a tisztító, mint azelőtt. Így lettem én gyáros először. Elkezdtem szárítógépeket gyártani, ami nagyszerűen ment. Az atomszűrők gyártásánál kötöttem ki, és rám bízták az atomreaktoroknak és intézeteknek az atomszűrőjének a gyártását. És ebből született meg, és nem akarok szerénytelen lenni, a világ legjobb szűrő, légszűrő berendezése. Ebből ez az úgynevezett Anke szűrő, Anke az Andrásfalvi Kálmán Erzsébetnek a rövidítése. Pillanatnyilag 30 emberrel dolgozom kint Németországban. A szűrőinket az egész világon használják, lézer és plazma
poroknak a leválasztására. Ez az egyetlen szűrőberendezés, ami erre megfelel, hogy csak egyet mondjak, Japánban 67 szűrőberendezésünk áll, az Egyesült Államban 43, mert ott rosszabbul megy, azon kívül azt mondom, 45 országba szállítunk szűrőberendezéseket. Magyarországon is van 1-2. És mikor megtörtént a rendszerváltás, akkor megint szóltak, hogy ők önállóak lettek, van két ilyen vágógépük, fémvágógépük, és így jöttem én egy plazmavágógéppel, majdnem 1,5 millió márka értékbe hoztam ide be, és ezzel a 1,5 millió márkás géppel 67%-ot értem el ennél az üzemnél, és nem azzal a céllal, hogy én abban keresek, ez senki nekem Németországban, de még Magyarországban se hiszi el, ez a gép nekem havi 500 000 forint kamatba kerül, és én egy fillér fizetést a vállalattól föl nem veszek. 45-ben az igazolások után az akkori légkör és helyzet következtében mink valahogy hivatásos katonák olyan fekete listára kerültünk, nemigen tudtunk elhelyezkedni. Jó magam, 45-től 49-ig, mint segédmunkás dolgoztam különféle helyeken, könyvüves munkán, fatelepen fát vágtam, csacsit hajtottam, mezőgazdaságban dolgoztam, szóval nehéz testi munkát végeztem. 49-ben Farkas Mihály lett a honvédelmi miniszter, a szovjet parancsra a hadsereget azonnal talpra kellett állítani. Akkor indult ugye nem sokkal után a koreai háború, akkor volt ugye bár a szerbiai láncos kutya időszak, ki lehet mondani, azt hiszem nyugodtan. Lényeg az, hogy szükség volt olyan tisztekre, akik képesek az újjászervezést elindítani. Így aztán engem is visszahívtak a néphadseregbe 49 tavaszán a vezérkarhoz, egy önálló osztály vezetőjévé neveztek ki, a következő évben őrnaggyá léptettek elő, kormánykitüntetést kaptam a munkám eredményeként, egy szovjet tanácsadót tettek mellém tanácsadónak, gyönyörűen ment minden, látástúl vakolásig én is és sok más bajtársunk dolgoztak, közben lezajlottak az úgynevezett szomorú tisztogatások, a tábornokok pere, a Sólyomféle ugye koncepciós perek, és mi, mikor bementünk reggel, azt néztük, hogy ki van a kollégák közül ott, és aki nincs ott, az hol van. Rendszerint senki nem tudta, hogy hol van. Na most aztán 51. november 3-án én is sorra kerültem, 10 más vezérkarnál szolgálatot teljesített volt, úgynevezett holtista tiszttel együtt, 10-ünket letartóztattak, ugyanaznap mindenkinek a lakásán házkutatás volt, és 3 évig ávos börtönbe próbáltak bennünket dörzsölni, ami azt jelenti magyarul, hogy ismerjünk el olyan bűnöket, amiket nem követtünk el, ezt viszont nem ismertük el. Végül is aztán valamennyiünket, 10-ünkről beszélek csak, 52. januárjában a Mosony utcai börtönből kiszállítottak Kistalcsára, és ott voltunk egész addig, amíg 53 tavaszán Sztálin meg nem halt, és Nagy Imre miniszterelnök el nem rendelte az úgynevezett amnestiát, amivel feloldották a kitelepítéseket és feloldották az internálótáborokat. Persze a családomat, miután itt Pesten laktam, feleségemet és 5 éves kisfiamat, ugyancsak 51. november 3-án kitelepítették, azóta sem tudtunk visszakönni Budapestre. Természetesen elég, hát ebből az előadásomból is kitűnik, sok mindent át kellett nem csak nekem, hanem a kortársaimnak élni. Végül is úgy gondoltam, hogy helyes, hogyha én ennek hangot adok, és elkezdtem leírni, hát elsősorban a háborús emlékeimet. 1968-ban elkészült a kéziratom, az utolsó emberi címmel, itt tartom a kezembe, de nem 69-ben jelent meg, mert se az Rényi kiadó, sem további más kiadók nem vállalták a kiadását. Végül is 20 esztendei elfektetés után 1988-ban láthatott napvilágot, de úgy, hogy az akkor még létezett kiadói főigazgatóságban is cenzúrahivatal intézkedésére 8 teljes fejezetet töröltek, hogy ma is se tudom, hogy miért, ma az ég a világon nem volt benne semmi, na de hát ezek a fejezetek végül is hiányoznak. Így is azonban örültem neki, hogy tisztelettel emlékezhettem meg katonáimról, mindennek előtt pedig azért felejthetettem utánpajtársaimról. Háború után, hadifogságból visszatérésem után egy hét múlva
autószerelői inas lettem a Jurko Róna cégnél. Egész röviden felszabadultam gyakorlatom következtében, segédvizsgát tettem, megkaptam a segédlevelet, majd taxisofőr, utána autóbuszvezető, és dömpervezető lettem. Minden innen, ahogy megtudták sötét múltomat, hogy régi hortisztet katonatiszt voltam, természetesen eltávolítottak. Így az utolsó napokat töltöttem a tököli, mai tököli repülőtéren, és ott voltam, mint munkagépen, dömperen gépkocsi vezető. Egyszer csak kiabálnak, hogy Topercer Szaki, keresi az ávó. Mondom, gyerekek, mi taxis ismertem az ávónak a kocsiját, nem hallottam semmilyen jelet, síró differenciálos kocsi volt, és mondom, hogy itt van a benzin, feleségemnek a pénzt, itt van, tessék, adjátok át, ennyi benzin van, ennyi kell tankolni, és akkor hát hol van az ávós? Szóval ott van a repülőtéren. Hát mondom, gyerekek, akkor itt van még, itt van a 10 óra is, nektek átadtam, és megyek az ávós felé. Ott áll egy szál, egyenruhába, századosi, páncélszázadosi rendfokozattal, vagy ávós századosi rendfokozattal, és hát nézem, nincs csup kocsi mögötte, nincsenek ávósok, többen csak egy szál ember. Oda megyek, és mondom, hogy hát százados bajtárs, akkor mehetünk? Hát nem kell semmi. Azt mondja, minek? Hát mondom, akkor mehetünk. Én már leadtam mindent, semmi akadály nincs, vigyen. Hova akar menni százados úr? Százados urazik, akkor már csodálkoztam rajta. És levesz a sapkáját, és azt mondja, hát százados úr, nem ismer meg. Hát maga volt nekem a parancsnokom. 53-ba átkerültem a Földrajzi Minisztériumba, ott is az oktatási osztályra, majd oktatási osztályon a tanári diplomát szereztem meg, úgyhogy így már mérnöki diplomám meg volt, a tanárdiplomám is meg volt, és újra sok iskola, mezőgazdasági gépészképző iskola felállításába tevékenykedtem. Több tankönyvet is írtam traktorokról, motorokról, járművillamossággal kapcsolatban, sok járművillamos szerelőt képeztünk ki, és így kerültem Bábolnára, ahonnan aztán nyugdíjba mentem. 1951. április 2-án repülőfőadnagy voltam, és akkor tartóztattak le 13 bajtársammal együtt, és összeesküvés vádjával az Államvédelmi Hatóság Különbírósága elítélt minket. Hármunkat halálos ítélettel sújtott, többieket 5-től 15 évig terjedő börtönnel. Még az éjszaka rabszállító kocsira raktak minket, idehoztak a Váci börtönbe, ahol rövid fenyegetőzések után ezen az emeleten belöktek minket a 82-es zárkába, tízünket. Ahogy nézem, ez a zárka most máshogy néz ki, itt nem volt akkor virág, az ablakok be voltak meszelve, szalmazsákok voltak, nem voltak székek, nem voltak asztalok, nem volt mosdó, és a WC is csak egy luk volt a sarokban. Az első nap közölték velünk azt, hogy ne számítsunk szabadulásra a büntetésünk leteltével, mert itt fognak kikészíteni minket. Tehát ilyen gondolattal legyenek itt maguk, hogy mi azért vagyunk, hogy az életüket megkeserítsük. Hát mindesetre egyet azért tettek jót, elvittek minket dolgozni, nem messze. Ennek a folyosónak a túlsó végében volt a munkaterem, amelyben fonalmentéssel foglalkoztunk. Primitív munka volt ez. Köztünk volt egy pár nemet, említsek ismertebb nevet. Vörös János, a vezérezredes, a Honvéd vezérkar egykori főnöke, majd később a háború után az első magyar kormány hadügyminisztere volt. Itt volt Györki Imre is, a szociáldemokraták egyik híres fővezére, és sokan mások mind ismert nevek. Ebből az zárkából vittek engem le kétszer-két nap sötét zárkára, a Doberdóra, egész egyszerűen azért, mert egyik alkalommal leültem napközben az ágyra, tudnék, tilos volt leülni napközben az ágyra, csak a földre lehetett leülni, szék meg nem volt. Második alkalommal azért vittek a Doberdóra, sötét zárkára, mert sétaközben fölnéztem az égre,
és úgymond amerikai repülőgépeket kerestem. Az egyik alkalommal, amikor motozás volt, ahogy börtönnyelven mondják, hipis, ki kellett szórni a szalmazsákokból az összes töreket. Borzasztó volt, nem lehetett látni a porttól. És az őröknek itt kellett lenni, mert nézték, hogy nincs a szalma közt valami elrejtve. Nem bírták ki a levegőt, és ezért az egyik odaszólt nekem, hogy ugorjak föl, álljak föl a fűtőtestre, és nyissam ki a felső ablakot, mert minden ablak be volt meszelve. És akkor, amikor először rá tudtam nézni az MZ oldalra, a szembe levő oldalra, az egyik ablakban Hóman Bálintnak az arcát ismertem fel, annyira jellegzetes arcát, de csontsoványan. Úgyhogy ő is valahol itt nyugszik, egy ismeretlen helyen a raptemetőben. Ez, ahol most vagyunk, ez az úgynevezett MZ, a Magánzárka udvar. Itt sétáltunk. A séta közben hátra kellett tenni a kezünket, a fejet mélyen lehajtani, egymástól 6 méter távolságra, és hogyha jött véletlenül egy elöljáró, akkor le kellett kapni a sapkánkat, a falhoz ugrani, és támasztani a falat, és ordítani, hogy jó napot kívánok! És aztán vissza. És akkor lehetett tovább sétálni. A háború után, illetve nem is a háború, a forradalom után, akkor már szabad voltam, mert hiszen 56. július 19-én szabadultam. Tehát a forradalom után meg kellett élni valamiből, csak segédmunkásnak vettek föl építőiparba, aztán később sikerült villanyszerelő szakmát kitanulnom, és nagy ipari beruházásokon és építőipari beruházásokon dolgoztam, mint villanyszerelő. Eközben elhatároztam, hogy leírom a II. Világháborús katonai élményeimet, történetét, és bajtársaim egyes történeteit. Írtam és írtam titokban. Ezek a könyvek készen álltak már a 80-as évek végén, amikor megvolt a lehetőség annak, hogy ezeket a könyveket ki lehessen adni. Megjelent először ez a könyvem, a Pumák földön égen, amelyben az én II. Világháborús élményeimet írtam le, és ez azért érdekes, mert a II. Világháborúról őszintén ez volt az első könyv, ami megírta ezeknek a dolgoknak a történetét. Utána megjelent az egyes bajtársaimnak a történetét, írom meg a Pumák és a többiek címmel. Ez is megjelent, akkor fordításokat csináltam, az egyik fordításom itt van, amelyet Gallantnak, a híres német vadászrepülőnek a könyvét fordítottuk le Csernyi Miklós barátommal közösen. ...1949. júliusában letartóztattak. A vád ellenem hűtlenség, hazárulás, fasiszta, hortista, minden voltam. Ekkor a Margit katonapolitikai osztály tartóztatott le, és így kerültem a Margit körútra. Tárgyalás előtt az én volt beosztott zászlósom, a Híros Laci, osztálytársa volt a 10 zsidó közül az egyiknek, és ő olyan kedves volt, hogy mind a 10-et föl tudta hajtani cím szerint, hogy igazolják azt, hogy én hogy viselkedtem velük szembe akkor, amikor nálam voltak, hiszen az is fasiszta is voltam, tehát meg kellett, ahogy mondják, ezt cáfolni. Jól esett, mint utólag, az 5 éves leülése után megtudtam, hogy 9 szebbnél szebb nyilatkozatot adott, a 10. mondta azt, hogy én nem emlékszem semmire, hát nem emlékezett semmire, tudomásul vették.
utána mi történt? Leültem az 5 évemet. Vác után a második kerületi tanácsnál utat mértem colstokkal. Innen kerültem a kutfurókhoz, de már ott munkavezető voltam, tehát magyarul én is dolgoztam, de csoportom volt. Utána itt kinőttem magamat, és építésvezető lettem. Hát nem tudom, érdemes lenne bemondani, hogy a pártitkár, aki úgy írta alá a nevét, hogy pártitkár. Érted? Vagyis pártitkár. Tehát nem, ezt le kéne írnom. Szóval egy pártitkár, magyarul két titkár, pártitkár. Így írt alá a nevét. Ez az ember azt mondta, hogy nem javasol a pártba engem. Hát mondtam, ki akart a pártba menni? Jó pofám lévén, nagyszájú voltam mindig. Elmentem ehhez a pár titkárhoz, hogy na, Gyűjön Misi, azt elmegyünk a megyei pár titkárhoz, hogy ezt az áldotta állapotot szüntessék meg. Ez a titkár mondta, a megyei titkár, hogy az eltársnak közöttünk a helye. Mármint, hogy én nekem. És én erre azt mondtam, nem megyek eltársam, azért, mert én már hallottam olyan szólamot, hogy befurakodók. Hát a katonatisztek voltak, a befurakodók, én pedig az voltam. Hát én nem furakodok be a pártba. Minden munkát vállaltam, csak hogy dolgozhassak. Így Kölni arckrém és púder ügynök lettem, és színésznőknek hordtam a mintakészletemet, és vásárolták tőlem a különböző kölni arckrém és púder készleteket. 2 év után megkezdődtek a nagy letartóztatások, koholt vádak alapján engem is letartóztattak, és 8 évre bebörtönöztek. A 8 évet Nagy Imre 4 évre levette, így maradt 4 év, a 4 évből bányából szabadultam 1955 karácsonykor a 14-es aknába, 2,5 évig toltam a csillét a 200 méterre a föld alatt. Na most a bányából való szabadulásom után a polgári életbe elhelyezkedtem, szakmát tanultam, és 31-es építőipari vállalatnál voltam, mint elektrikus, villanyszerelői fizikai állományban 15 évig. Onnan mentem nyugdíjba. Bejártam a hatörteti intézetbe, és ott annak a külső munkatársa vagyok 10 éve, kutató munkával foglalkozom, történelmi munkák földolgozásával, és munkákat is csináltam, könyvet írtam többek között. Most jelent meg a 80 nyár nyeregben című huszár témájú érdekes könyv. Esztországba kerültem Kivijölibe, ahonnan 1947. szeptemberében indultam el, és október 6-7-e körül érkeztem haza Magyarországra. Hazaérkezésem után körülbelül egy esztendeig gyógykezeltek. Ez alatt az idő alatt én kértem a végkielégítésemet, mert nem akartam visszamenni a honvédséghez. És mivel a Szovjetunióba is hegesztettem néha, elhatároztam, hogy munkás leszek, és valóban sikerült 7 évig hegesztenem. Annak következtében, hogy kétkezi munkás voltam, sikerült 1955-ben bekerülnöm a Műszaki Egyetemre, amit aztán 5 esztendő alatt elvégeztem. Ettől kezdve összefonódott a sorsom a
kerámiai iparral, a finom kerámiai ipari művekből mentem nyugdíjba 1979. decemberében. Egy munkahelyem volt tulajdonképpen. Természetesen egy ilyen marha vagomba megérkeztünk, és ottan valaki csákánnyal verte a követ a sinek alá, hogy kiegyenesítse. És mellettem lévő barátom kikiabálta az ablakon: tiszteletem, Alezerdes úr, mondom, kinek köszönsz? Azt mondja, annak az embernek, aki ott a követ csákányozza. És erre azt mondja, hogy te nem lehetne ezt a vonatot megfordítani. Úgyhogy levittek bennünket a kaposvári kivizsgáló táborba. 3 hétig voltam ottan. Olyan kihallgatás. Azt mondták, hogy bátki rád nincs szükségünk, köszönjük, amit csináltál, itt a végkielégítés, 831 forint. Egy kicsit megálltam, és azt mondtam, hogy 2-szer sebesültem, lovak keresztem van, 16 dollárt érez, nem volt nagyon bőséges a kielégítés, de mondjuk, hogy az országnak semmilyen volt, úgyhogy ez is egy gavalléros dolog volt. A sors úgy hozta, hogy egy írógép kereskedőnek lettem a sofőrje. De ő jobban szeretett kártyázni, mint írógép után járni. Úgyhogy hamar rájött, hogy jobban jár engem küld, és ő bemegy az Abázia kávéházba. Kitanultam a szakmát, és egyszer csak jött valaki, és azt mondja, légy szíves, gyere velünk, nyitunk egy üzletet. Nyitottunk is a Nagymező utcába, ő volt a mechanikus, én voltam az ügynök, adtuk, vettük a gépeket. Egyszer csak bejön hozzám két ember, és azt mondja, a kulcsokat kérem. Milyen kulcsokat? A kasszakulcs. Államosítottak. És nekem akkor már 103 gépen volt a társammal. De ezzel ne tessék nevetni, az egy komoly vagyon volt akkor, 103 ócskagép. Megdühöttem, hazamentem, csomagolunk, megyünk. Feleségem azt mondja, hát meg vagy bolondulva, 5 éves gyerekkel mostan, hát már nem lehet átmenni a határokon, ne beszélj tőlem, de nem vesznek, gyerünk. És kimentünk. Ott aztán kezdődött az élet megint előről, de ahogy mondtam, a Ludovikás nevelés az egyenesen erre készült. Szóval ott, amit ez lehetett, neki kellett fogni, és csinálni kellett. Svájcba, hát először fölvettek, mert az öntödében nem volt ember, aztán valaki kiesett a szereldébe, és a Ludovikás nevelés alapján rögtön kiszámoltam, hogyha félre számol az új gép, az azért van, mert a rugó gyönge. Úgyhogy 2 hónapon belül már a szereldének a főnöke voltam. És mit ad Isten, akkor kezdődik a komputer fejlesztés. Úgyhogy ha az ember elmegy orvosnak, vagy tanárnak, vagy nem tudom, mindig van egy öregebb. Mindig van egy okosabb, aki pozícióba ül, és a többi. A komputernél egy nyílt terület volt, mentem előre, mint meleg kés a vajba. A komputer vitt tulajdonképpen mindenhova, mert én tanácsoltam a minisztériumot Ottawába, aztán akkor lehívtak Washingtonba, végül is az Olivetti kiküldött San Franciscóba, úgy hívták akkor, hogy Area Manager, szóval 11 állam fölött kezdtem fődökösködni. Onnan visszahoztak Kanadába, Olivettinek az igazgatója lettem, és aztán később pedig elcsábítottam Matsushita Electric, az a japánoknak. Ők akkor kezdték el a dátagépeknek a gyártását, és be akarták vezetni Amerikába, kellett egy szakember. De mondjuk úgy, hogy már akkor voltam konzultálásra hívva Mexikóba, Argentínába, ide át voltam Londonba 3 hónapig, 6 hónapig Olaszországba, szóval rávittem akkor már a vonatra. És azt, amihez mindig kedvem lett volna, kezdtem forszírozni, írni kezdtem. Először 57 éves koromban jelentem meg nyomtatásba. Úgyhogy ez egy elég késő idebi. 89-ben történt a csoda. És mám, amikor hallottam a miniszterelnök urat, avval fejezte be a beszédét, ami nekünk a jelszavunk volt. A Ludovikát is említette. A hazáért, mint halálig. Szóval 89-ben, amikor vissza tudtam jönni, akkor nem tudtam elvágni az összes gyökeret, ami Kanadához köt.
végeredményben nekem van egy cégem Kanadába, és van két kanadai magyar vegyes vállalatom itten. Szóval egyszerűen nem lehet átcserélni a dolgokat, mert fél lábbal muszáj még ott maradnom. De amikor adódik, persze, hogy nem holnap, de itt akarok meghalni. Itt születtem, itt neveltek. Itt akarok meghalni is. De adjatok még rá egy kis időt. A háború befejezése után, mint annyi bajtársam, én is pályamódosulásra kényszerültem. 45. októberében hazatértem, igazolás, B-lista, szolgálatlan kívül állományba helyezés után megkezdődött a civil életem. 1951 és 53 között a Rákosi terror csúcspontján édesanyámmal együtt kitelepítettek. Dívaványára elvették lakásunkat, és ott a legkülönbözőbb fizikai munkákat láttam el. Az erős áram iparban helyezkedtem el, új szakmát kellett tanulnom, megszereztem egy második szakérettségit és egy második műszaki főiskolát, és letettem német és angol nyelvű szakmai felsőfokú vizsgát, és ennek birtokában szépen araszoltam fölfelé a ranglétrán, míg a politikai körülmények ezt lehetővé tették, 1964 után egy erősállamú vállalat exportosztály vezetője voltam egész nyugdíjazásomig, 1979 végéig. A háború, az egész katasztrófa óriási benyomással volt rám, és azt gondoltam naív fejjel, hogy majd a tudomány nekem választ fog adni, hogy hogy is történt ez az egész, és mi lehet ebből a kibontakozás. Hát így iratkoztam be az egyetemre 46 őszén angol fogság után. Nagy szerencsém volt, mert összeakadtam Szalai Sándor szociológus professzorral, aki érdekes módon nagyon hamar, hogy úgy mondjam, maga mellé vett, részben tanulmányi eredményei miatt, részben valószínű volt benne egy ilyen elképzelés, hogy neki egy könyvtáros kellene, és azért egy Ludovikás tiszt, az valószínű megbízható ilyen szempontból. Úgyhogy tényleg könyvtáros lettem, és aztán ott dolgoztam az intézetben, a szociális intézetben, ami nagyon vidám és nagyon jó dolog volt, és főleg nagyon, nagyon tehetséges gárdát hozott össze a Szalai. Na de hát ez nem ment sokáig, úgy 48 őszén tudtomra adták, hogy én nem vagyok ott kívánatos elem az egyetemen, nem a Szalai, hanem egyéb csatornákon, és úgyhogy el kellett jönnem, és akkor kezdődött ez a szabályos Ludovikás élet sors, tehát hogy segédmunkás, hivatalnak, innét rúgnak ki, onnét rúgnak ki, és akkor elérkezett 56, ugye ősze, amikor is a Szalai Sándor, aki professzorom volt, kiszabadulva a börtönből, mert ilyen szociáldemokrata volt, akiket hát ott akkor lecsukogattak, akkor kiszabadult, és fölkért, vagy megkérdezte, hogy hajlandóan lennék az újra fölálló szociológiai intézetben hát együttműködni. Én tetszve örömmel. Ismertem a határaimat, Ludovikás tiszt, ez nem lehet osztályvezető, nem is akartam lenni persze, ez megvannak a korlátai, de írhattam azt szinte, amit akartam, annál is könnyebb volt, hogy ha 17. században a Zrínyivel foglalkoztam, ha nem volt érintve a Szovjetunió, ha nem voltak érintve a marxizmus alaptételei, tulajdonképpen azt lehetett írni, és azt is írtam, amit akartam. Amikor az amerikaiak arról a területről hazaindítottak olyanokat, akik haza akartak jönni, hazajöttem én is, rögtön letartóztattak, ugyebár aztán kiengedtek, aztán újra letartóztattak, katonapolitikai osztály, a Szovjetunió letartóztatott, kivizsgált, igazolta a harctéri működésemet, de nem a katonai politikai osztály, azt kérek szépen, az megállapította, hogy én, hogy a háborús bűnös, átadott a bíróságnak, és kérek szépen ezen alapon, hogy a Donnál meg mindenütt, mi mindent csináltam, elítéltek 5 év börtön, mert
az 5 év börtön azonnal jogerőre emelkedett, és az ellen fellebezés nem volt. Onnan a tárgyalásról rögtön börtönbe vittek, és kérek szépen. Tehát látjuk, hogy én folyamatosan intézem a dolgaimat, nekem olyan közbelső dolgok nem voltak egyik beosztásból a másikba, egyik börtönből a másikba, úgyhogy kérek szépen, tehát itt nem nagy pauzák közben nem voltak. Na most, ez a 5 év börtön eltelt különböző börtönökben, kérek szépen, és utána, akkor saját elhatározásomból nem vettem semmi protekciót igénybe, hanem lementem a bányába önként. Mindenki kérdezi, hogy úgy küldtek le, nem, engem nem küldtek le. Én lementem a bányába. És ott voltam a bányában, kérem szépen, egészen 56-ig. Jöttek az 56-os események, abba belekeveredtünk, kérek szépen, a 56-os eseményekben. Azt, amikor minden a nagyokat elintézték, akkor engem egy csoportokat élére raktak, és kineveztek ottán ilyen nagy háminének a 56-os bűnösnek, és a tárgyalásoknál ugye az ügyész halált kért, a hivatalból kirendelt védő azt kérek szépen fölmentést, és így a kettőből kijött egy 15 éves börtön. Na, ez is elkezdődött, ezt is töltöttem, és utána jött a 63-as amnesztia, akkor játszik jobban megnézték a dolgokat, és hát akkor az amnesztiába kerültem, és akkor kijöttem, újra visszamentem a bányába, de akkor már nem mentem le a föld alatti munkába, hanem csak külszörén dolgoztam, egészen 63-ban volt az amnesztia, igen, 65-ig, 65-ben Budapestre kerültem föl, itt voltam különböző segédmunkás, ugye már fűtőszerelő segédmunkás, építő segédmunkás, és utána valaki mert engem vállalni, ugye egy monori valaki, aki most a temetkezési vállalatnak a főmérnöke és az igazgatója is, ugye, egy Ladányi nevű, nagyszerű ember, egy mérnök, mert engem vállalni, mert ugye sehol nem lehetett, nem. Azt mondták, hogy én olyan veszélyes vagyok, hogy ahol én vagyok ottan, kérem szépen, már megítélik azt is, aki nekem munkát ad. És ennek következtében aztán mert vállalni, és így kerültem én a monori állami gazdasághoz. Ott először ilyen útépítő csapatnak voltam a parancsnoka, tehát útépítő voltam, aszfaltoztunk a 15. kerületet felaszfaltoztuk, nem tudom hány kilométer járdát építettem ott, kérek szépen, vagy 3 éven keresztül, és utána pedig 72-ben, amikor már végre lejárt az én időm, mert a 15 évet megszereztem magamnak a nyugdíjamhoz, mert addig nem volt semmi, mert mindjárt a másikat azt elvesztették, mert én rendfokozatvesztés, mindent vesztettem. Minden munkahelyen elvégeztem a dolgomat, van ennek humoros része is, ugyebár, hogy amikor a bányánál dolgoztam, ahol súlyos két sérülésem van, kezem el van roncsolva, lábam is ugyebár eltörött, de van egy humoros része, az pedig az, és azt megtartjuk az utókor részére, hogy kérem szépen, amikor már az első évben a bányához mentem, ugye azt hiszem az valamikor, nem tudom, júniusban volt, vagy valamikor, és a bányász napkor, kérem szépen, jutalmaztak, de egy szegény országunk sírni lehetne. Mindig az én hazám volt. Mindig az én hazám volt. És akkor a jó munkámért jutalmazásképpen kaptam egy vastagabb alsónadrágot. Az akkor, mert a hazám volt, csak ezt tudta adni.
még valami kérdése?